12 csapattal indult, az elmúlt évben pedig már az ország legnagyobb strandfoci rendezvénye volt a Sóstói nyári torna. A szervezőknek így limitálniuk kellett az indulók számát, és bár 15 együttes a várólistán van, ezúttal is 40 férfi és 4 női együttes vághat neki a 4 napos 200 ezer forint összdíjazási tornának. A résztvevők 5 megyéből érkeznek majd a csütörtök reggel 9 órakor kezdődő, és a tervek szerint vasárnap 19 óra környékén végződő rendezvényre. Egy hónappal ezelőtt le kellett zárnunk a nevezéseket, hiszen megtelt a létszám, volt olyan csapat, amelyik már januárban elfoglalta a helyét, ezek visszatérő csapatok, és hát gyakorlatilag véges, hiszen 40 férfi csapatot és 4 női csapatot tudunk fogadni a tornára. Én bízom benne, hogy most is ugyanilyen jó fogják érezni magukat, mint ahogy eddig történt, hiszen most is 5 megyéből érkeznek hozzánk, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből 14 településről, és természetesen a nyíregyházi speciális kispályás csapatok is itt vannak ezen a tornán, és egy fantasztikus torna elé nézünk. A legnagyobb varázsa az, hogy a labda 80%-ot a levegőbe tartózkodik, hiszen óriási ollózások vannak, speciális szabályok vannak a strandfociba, és ezt már egyre többen megtanulják, hiszen az elején ilyen óvodás lépésekkel haladtunk előre, de most már olyan csapataink vannak, akik bejárják az egész országot, és viszik a jó hírünket, és én bízom benne, hogy egyre többen fognak még csatlakozni ehhez. A strandfoci egy nagyon érdekes, varázslatos játék. Szombaton második alkalommal rendezik meg a csónakázó tavon a sárkányhajók versenyét. 10 fős csapatokat várunk szeretettel, 3 sárkányhajó fog egyfolytába küzdeni ott a csónakázó tavon. 15 csapat már jelentkezett, úgyhogy ez egy jó kis csapatépítő tréning. Baráti társaságok kerestek meg bennünket, családok, baráti társaságok. Én azt gondolom, hogy egy önfelett szórakozás lesz. Párhuzamosan pedig lesz egy barkács bogrács verseny, amatőr 5 fős főző csapatok jelentkezését várjuk még mindig, már jelentkeztek. 12 csapat jelentkezett. A sárkányhajó versenyen résztvevő csapatok 150 méteres távon mérik majd összetudásukat. A parton a főzőverseny ideje alatt színpadi kísérőprogramok is szórakoztatják az érdeklődőket.